Kedves hölgyek és urak, szép napot kívánok mindenkinek itt Kiskunhalason, a város főterén. Abban bízom, hogy jó házigazdái és jó befogadói leszünk ennek a mai kiváló programnak. Én már igyekeztem a harmadik pontot is összegyűjteni, aztán természetesen én magam is nekiindulok ennek a mai eseménynek. Én arra biztatok mindenkit, hogy minden egyes sátorhoz menjünk oda, éljünk azzal a lehetőséggel, amit a Richter biztosítani tud ma számunkra, és ezzel támogatást tudjunk gyűjteni a Kiskunhalasi Kórház szülészeti osztályának a javára. Szeretném köszönteni a 120 éves születésnapját ünneplő Richtert is, és ha azt mondanák nekünk, hogy egy születésnaposhoz készülődünk, akkor biztos, hogy vinnénk valami ajándékot, de azt gondolom, hogy a Richter ma ajándékba azt várja el tőlünk, hogy saját magunkat adjuk, hogy legyünk jelen minél többen kiskunhalasiak és a környékbeliek a téren, kövessük a különböző közösségi oldalak lehetőségével ezt a mai programot, és minél több adományt tudjunk gyűjteni a kórházunk javára. Érezzék jól magukat, és minél több eredményt gyűjtsenek saját maguknak is, a szűréseken és tanácsadásokon keresztül, illetve a kórháznak is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. És akkor most a kórház részéről szintén hangozzék el pár szó. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm számomra, hogy több mint egy év után sikerült a Richter Egészségváros rendezvényét ide csábítani Kiskunhalasra. Ezt azért mondom, mert tavaly már volt két kitűzött időpontunk, amit a pandémia elsodort magával. Egyszer 2013-ban már lebonyolítottunk egy hasonló és sikeres rendezvényt. Remélem ez a mai nap is ilyen végeredménnyel fog zárulni, vagy jobban, mint a 2013-as. A kórház az elmúlt három évben nagyon komoly változásokon ment keresztül. Egy olyan lehetőséget kínálunk a kiskunhalasi lakosoknak, hogy aki nem bent a kórházban, az most itt a régi és új szakembereinkkel is meg tud ismerkedni, tud találkozni, olyan közösségi élményben lehet részük kötetlen formában, amivel egyrészt az egészségükért is, másrészt az egészségügyünkért is tesznek. Egyébként is a Kiskunhalasi Kórház mögött az elmúlt egy évben, másfél évben egy komoly társadalmi összefogás alakult ki, amit ezúton is hálásan köszönök mindenkinek. Önkormányzatok, civil szervezetek, cégek, magánszemélyek olyan felajánlási hullámot biztosítottak a pandémiában résztvevő és az ellen küzdő munkatársaink felé és munkatársaink számára, amihez külön logisztikát kellett működtetni. Úgyhogy hálásan köszönöm mindenkinek, és biztatok mindenkit arra, hogy a jelen napot is úgy zárjuk, hogy ez kifejezetten eredményes volt a résztvevőknek is, és a kórháznak is. Érezzék jól magukat! Nagyon szépen köszönjük! Számunkra is óriási boldogság és öröm, hogy ma itt lehetünk Kiskunhalason a Bethlen Gábor téren. És mindenek előtt szeretnék megköszönni a város vezetésének azt a rettenetesen nagy támogatást, amit kaptunk, illetve a kórház vezetésének, mert azt gondoljuk tényleg, hogy ez a nap enélkül nem tudott volna megvalósulni. És ahogy indult ez a napunk, az is maga volt a csoda, hiszen a kórház területén egy mentőhelikopter, illetve tűzoltóautók voltak jelen, és már ott lehetőséget kaptak a lakosok egy mentőhelikopter megtekintésére, illetve egy tűzoltóautó személyes megtekintésére. És akkor eljött ez a nap, ugye, hogy itt június 25-én Kiskunhalason a Bethlen Gábor téren az egészségváros program megrendezése megvalósulhatott. Ugye a Richternek a legfontosabb célja a prevenció, az egészségmegelőzés, egészségnevelés, és ez a nap erre mind-mind lehetőséget ad, hiszen mindenki megteheti saját maga egészsége érdekében az első lépéseket annak érdekében, hogy később egy olyan úton tudjon járni, ami az egészséghez a legjobban illik és passzol.
Mindemellett minden egyes aktivitás, ugye a Richter 300 forintot ad az alapadományon felül, ami 3,5 millió forint. Mi mindenkit arra bátorítunk és buzdítunk, hogy minél több aktivitáson vegyen részt, hogy a nap végén, amikor újra itt fogunk állni a színpadon, akkor mindenki számára egy óriási boldogság és öröm legyen, hogy a lakossági összefogásnak köszönhetően az a 3,5 millió, az milyen magas adományösszegé tudott alakulni, melyből a kórház, a kórházi infrastruktúra fejlesztését célozta, meg tűzte ki célul. És én már szeretném azt is bejelenteni, hogyha minden igaz a kollégáimra nézek, igen, hogy az Agora sátorban Szlávik János infektológus úrnak kezdődik az előadása, és itt szeretném hangsúlyozni, hogyha valaki a területre nem tud eljönni, mert egyéb más elfoglaltsága van, de mégis online közelben van, akkor legyenek szívesek őket tájékoztatni arról, hogyha online követik az egészségváros programnak az előadásait, akkor úgyhogy hozzá tudnak járni 300-300 forinttal az adomány kórház támogatásához, hogyha esetleg kedvel vagy megosztják, vagy bármiféle üzenetet kommentelnek az egyes előadások alá. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek, én mindenkinek azt kívánom, hogy érezzük jól magunkat, minél több szűrésen, tanácsadáson részt vegyünk, és este ilyen fél hat magasságában nagyon-nagyon elégedettek legyünk így az egész napos rendezvényen. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük, elindulnak tehát a szűrővizsgálatok. Köszönjük szépen a város, a kórház és a Richter vezetésének. Amit ő mondott arra, hogy most szeretném extrán felhívni a jelenlévők figyelmét, hogy elkezdődik az első előadás már is perceken belül az Agora sátorban. Az Agora sátor, csak mindenki oda találjon, a gimnázium felüli végén van a térnek, egy kisebb séta, a séta is egészséges, egy kisebb sétával el tudnak oda érni, két előadó sátor van, ugye az egyik az Agora, tehát a tér gimnázium felüli végén, a másik pedig itt van a téren, a Richter a nőkért sátor, és ebben a két előadó sátorban lesznek az előadások.